Nem ritka látvány az építőipari munkásszállókban, hogy egyik-másik dolgozó a társalgóban kényszerül eltölteni a munkaidőt. Maródi, ahogy az öreg szakik mondják, néha gúnyosan, de valljuk be, sokszor jogosan. Van valami furcsa ellentmondás a modern, korszerű környezet és a maródiak maradi gondolkodása között. Érzéketlenek a munkavédelmi propagandával szemben. Sem a plakát, sem a fali újság, vetítés, oktatás nem mond számukra semmit. Ugyan minek, gondolják. Lányi Géza hagyományosnak mondható munkahelyen dolgozik, anyagmozgató, a legegyszerűbb munkát végzi. Bódis Béla, bár darut szolgál ki, ugyancsak segédmunkát végez. Az egyik megbotlott és elesett szállítás közben, a másiknak a lábára nehezedett egy betonelem. Látszólagos különbözősége ellenére balesetük oka mégis ugyanaz. Mindketten vétettek az anyagmozgatás legelemibb szabályai ellen. Fájdalmas tanulság számukra, hogy a legegyszerűbbnek vélt munkát is nagy figyelemmel, szakszerűen szabad elvégezni. Idézzük csak fel az anyagmozgatás törvényeit. Az építőiparban nagyon sokféle, különböző terjedelmű halmazállapotú anyagot, szerkezetet kell megmozgatni, továbbszállítani, lerakni, tárolni, végleges helyére helyezni. Az anyagmozgatás egyes fázisai ma már sokfelé gépesítettek, azonban az ember segítsége még ezeknél a módszereknél sem kapcsolható ki teljesen. A dolgozó biztonsága szempontjából beszélhetünk egységes anyagmozgató elvről, amely egyformán vonatkozik a kézi és gépi anyagmozgatásra. Első a teher helyes megfogása. Pedig a megemelése. Harmadik a továbbszállítása, míg az utolsó a teher lehelyezése, véglegesítése. Elemezzük ezeket a mozzanatokat. Előbb látogassunk el Lányi Gézához, aki munkahelyén egy cementraktár kiürítését kapta feladatul. Nos, Géza barátunk már is hibázott. Rosszul fogta meg a zsákot, nem vette figyelembe a legkedvezőbb testhelyzetet, az ilyen megfogás nem könnyíti, ellenkezőleg nehezíti az emelést. Figyeljük meg a súlyemelőt, milyen körültekintően készül és hajtja végre a súly megragadását. Érthető, mert az emelés nagy mértékben a súly megközelítésétől, a biztonságos megfogástól függ. Már helyes. Megfelelően közelíti meg a zsákot és úgy ragadja meg, hogy a későbbiekben a legbiztonságosabb helyzetben emelhesse majd fel. Nézzük most Bódis Bélát is. Ő egy betonelem előregyártó telepen dolgozik. A nagysúlyú betontárgyakat itt daruk mozgatják, de a folyamat a veszélyforrások szempontjából itt is azonos fázisokra oszlik. Figyeljük Bélát, miként hajtja végre a megfogást, ahogy itt mondják, a kötözés műveletét. Emlékeztetünk arra, hogy Béla mielőtt munkába állt, alapos és kimerítő munkavédelmi oktatásban részesült, miként kell a sokféle emelőszerkezetet, kötélzetet, himbát biztonságosan kezelni. Lám, mit tesz a figyelmetlenség? Azonnal szembetűnik, hogy a himba egyik drótkötélága foszlott, kiszálkásodott. Az ilyen segédeszközt ki kellene selejtezni. A
horog beakasztását, a fül és kötélzet kialakítását, állapotát, a különböző célú himbák használatát szigorú technológiai előírások szabályozzák. Ne feledjük, a súly itt nem a dolgozó vállára nehezedik, de a biztonságos végrehajtás felelőssége igen. Térjünk vissza Gézához. A rossz megfogást, rossz emelés követi. A dolgozó erőlködik, izmai csontrendszerét egyenetlenül terheli, elveszti egyensúlyát, amelyből súlyos sérülések keletkezhetnek. Hasznos, ha az elméletet áttekintjük. A dolgozó egyensúlya mind statikus, mind dinamikus helyzetben akkor áll elő, ha az együttes súlypontjának vetülete belülesik a talpai által eltakart területrészen. E területrészek összegét alátámasztási poligonnak nevezzük. Figyeljük meg ismét a súlyemelőt. Az emelésnél csaknem minden izmát használja, hogy csökkentse az egyes izmokra és a csontrendszerre nehezedő nyomást. Együttes súlypontja az alátámasztási poligonon belülesik, így egyensúlya biztos. A nyújtott lábas, poligonon kívüleső tárgy emelésénél a terhelést elsősorban a hátgerinc veszi fel. A hirtelen terhelésből adódóan megsérülhet a hátgerinc, és izomhúzódásokat is szenvedhet a dolgozó. A poligononon belüli tárgyat hajlított lábakkal is egyenes gerinccel kell felemelni, így a csontrendszerre és az izmokra egyenletesen oszlik el a teher. Természetesen az 50 kg-os cementzsák vára emelése is lendületesen, biztonságosabban végrehajtható. Nézzük Bélát. Kötözés után jelt ad, a továbbiakban a gép dolgozik helyette, de figyelmére, a fejére itt még nagyobb szükség van. Előbb mintegy 20 cm magasságig próbaemelést kell végezni. Ha a fülek és a kötélzet rendben lévőnek mutatkoznak, csak akkor folytatható a kívánt magasságig az emelés. A kötöző az emelkedő tárgy alatt nem tartózkodhat. Mi itt a legveszélyesebb? Minden himbára fel kell tüntetni a maximálisan emelhető súlyt. Ennek ellenére előfordul, hogy nagyobb terhet akasztanak a darura, vagy az emelkedő tárgy vagy tárgyak súrlódnak a depóniához. A daru láthatóan erőlködik. A túlterhelés az emberi csontvázhoz hasonlóan a darun is sérüléseket okozhat. Letörhet a daru gémje. Megroskadhat a darutörzs, vagy elszakad a kötélzet. Esetleg egyensúlyát vesztve az egész daru felborulhat, veszélyeztetve ezzel a darukezelő és a daru körzetében dolgozók életét. Lássuk ismét Gézát. A rosszul emelt, rosszul elhelyezkedő cementzsák bizonytalanná teszi a járását, akadályozza a látásban. Nem csoda, ha ilyen szállítás közben egyenetlen talajon balesetet szenvedett. Az egyenletesen vára helyezett teher nem akadályozza a dolgozót, hogy körültekintően szállíthasson. Bélánál is hasonlóak a szempontok. A szállított elem elfordulása, ütközése vezetőkötél alkalmazásával kerülhető el. A megosztott figyelem, a depóniák közötti rendezetlen utak, a kiálló vasak ugyancsak intő figyelmeztetések Bélának, hogy szállítás közben is vigyáznia kell. Nézzük a lehelyezést. A túlterhelés erőlködés miatt Géza egyszerűen szabadul a tehertől. Nos, ha kiszámítanunk, hogy szállítási ismeretek hiánya miatt az ügyetlen segédmunkások mennyi kárt okoznak az építéshelyen, bizonyára tetemes összeget kapnánk. Arról nem is beszélünk, hogy a ledobott tárgy fel is pattanhat, vissza is üthet. Igenis lehetséges erőlködés nélkül szabályosan lerakni a cementzsákot. Thank you.
Gézának a terjedelmes elemek alá előbb alátétfákat kell elhelyeznie, majd a darussal kapcsolatot tartva óvatosan kell az elemet a szállító eszközre vagy depóniára helyeznie. A sokféle építőanyag kézi és gépi mozgatása a tévhit szerint alacsony rendű szakértelmet nem igénylő munka. Nos, a statisztikák az ellenkezőjét bizonyítják. Évek óta ebben a foglalkoztatási körben szenvednek legtöbb balesetet. Sok-sok ezer munkaóra esik ki a termelésből, csökken a kereset, fájdalmas a gyógyulás. Építőipari dolgozók, tartsátok be a megfog, emel, szállít, letesz aranyszabályt.